Már két évtizede állítanak Betlehemet Balatonfüreden, hogy az advent első vasárnapját megelőző pénteken felgyúlhassanak a fények a piros templom előtti téren. A Szent Családot és a három királyokat ábrázoló szoborcsoport Varga Mihály munkája, az alkotás vízkeresztig lesz látható. Az ünnepségen Gabnai Sándor evangélikus lelkész szavai után a Betlehem állítás kitalálója mondott köszöntőt. Minden évben egyre többen jönnek ünnepelni, mert a hitünkben is egyre erősödünk, és nem lehet elvitatni a Jézus születésének nagyságát. Igen, a kis Jézus születésének örömére jövünk össze, illetve a gyerekek előadásával és az ünneplő felnőttekkel kezdetét veszi az adventi készülődés. Mi számon tartjuk az ünnepeket, de tovább megyek. A világon a legtöbb embernek fontos a közelgő karácsony és az advent. Műsort idén az Eötvös Loránd általános iskola negyedikes diákjai adtak, énekkel és prózával idézték meg a karácsony szellemét. A szereplő gyerekek és Sindele Györgyné közösen gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját. Ezzel vette kezdetét az adventi program sorozat a városban, karácsonyig számos kulturális esemény várja az érdeklődőket.